A könyvtárral kapcsolatban fogunk beszélgetni. Vendégeinkkel lemenné Csuhai Zsuzsanna szolgáltatási igazgatóhelyettes, illetve Szabó Eszter könyvtáros. Jó estét kívánunk! Sok szeretettel köszöntjük Önöket, benneteket. Jó estét kívánok! Nos, hát ilyen felvezető után, leteszem, mert nem varázsol, magam fogom elvarázsolni. Talán kezdjük azzal, hogy egy kicsit összegezzük az elmúlt évet, jó? Mert szerintem azért sikeresnek volt mondható, hiszen itt a stúdióban is rengeteget beszéltünk a programokról, illetve azok sikeréről, de alapvetően fókuszáljunk az idei évre majd, jó? Jó. Természetesen az első fél év egy kicsit hátravetett minket olyan szempontból, hogy még a könyvtárban voltak szépítési feladatok, de hál' Istennek ezeken túl vagyunk. A nyarat kicsit óvatosan kezdtük, hiszen a pandémia miatt a kölcsönzéssel indítottunk, de szeptembertől egy programkavalkád zúdult ránk, hiszen megkerestek mind a helyi írók, mind azok, akiknek az előző évben elmaradtak az előadás, és én azt hiszem, egy nagyon szép programsorozatot tudunk magunk mögött, sőt voltak olyan programok, amelyek most már hagyománnyá válnak, hogy itt például megemlíteném, hogy korábban a november elején a Zenevilágnapjára közös Belkovics Zoltán és Lillának, Bajzát Lillának a közreműködésével és az Eszterházy Károly Egyetem művésztanárai vezetésével, Farkas Ferenc zeneiskolával közös programot szerveztünk, így hogy lett aztán Zenevilágnapi koncert, karácsonyi koncert, most tervezünk tavasra is koncertet, természetesen a nagyon népszerű sorsfordulók sorozatunkat is megtartottuk, és a sorsfordulókból ugye szokás, hogy egyik fél évben egyetemes témákat, másik fél évben magyar témákat ölelünk föl. Mielőtt idejöttem, egyeztettem is rögtön Pap József tanár úrra, aki mondta, hogy igen, most magyar témák következnek, ráadásul ugye az Aranybulla 1222-es kiadásának évfordulójára kerül sor, és ennek apropójából fogjuk az idei tavaszi programsorozatot immár a 9. évben megtartani. Aztán. Tehát 9 éve tart a sorozatunk, és hogy ehhez fognak kapcsolódni az előadók. Ugyanakkor február végén a hagyományos kápolnai csata emléknapját is megtartjuk, koszorúzni fogunk, előadást várunk történelemtanároktól, és hogy sok érdekes új szolgáltatást is szeretnénk. A sorsfordulók mellett egy új sorozatot is indítanánk. Nagyon nagy sikere volt tavaly Petercsák Tivadar és a Tóth László képeslapos előadásának. És most egy ilyen kicsit ilyen klubszerű, tehát több alkalommal képeslaprajongóknak szóló sorozatot szeretnénk indítani, amelynek ugye a részleteire még most fog sor kerülni. Ugyanakkor új szolgáltatásként bevezetjük az úgynevezett ludotékát, hát hogy mi lesz majd a végleges neve, nem tudjuk, de ezt már ugye említették a kolléganők annak idején, társasjáték kölcsönzést a könyvtárban, tehát lehetőség nyílik majd hazavinni is a könyveket. Aztán megmaradtak a hagyományos gyerekkönyvtári programjaink, a Ciróka, a Palinta, a Mesetár, ezek mind a gyerekkönyvtárban, mind a fiók könyvtárakban tovább folynak majd, és hogy az angol mini music sorozatunk, amelyet óvodásoknak tartott angol tanárnő. Most folytatódik a gyerekkönyvtárban 8-10 éveseknek szóló angol nyelvi klubokkal, kis foglalkozásokkal szombatonként. A családokat várjuk természetesen a hétfőnként a program esés kézműves programokra a gyermekkönyvtárban, de a fiók könyvtárakban is hasonló programok várnak ránk. És természetesen a nagy kampányprogramok sem maradnak el. Itt gondolok az internet fiesztára tavasszal, március végén, ami az internetet, az adat, most már nem csak internetes alapismereteket, hanem adatbázisokat is népszerűsít, illetve olyan honlapokat, nagy országos adatbázisokat, amelyek nagyon sok információt adhatnak nekünk, illetve a tavaszi nagy októberi országos könyvtári napok sorozatunk valószínű, hogy újra elindul, és hogy a másik dolog, amit szeretnénk most egy kicsit még megújítani és felfrissíteni. Eddig is a pandémia létrehozta Bródi Pak szolgáltatásunkat szeretnénk továbbra is kínálni, hiszen a járvány még mindig itt kúszál közöttünk, hogy úgy mond, és hogy a Bródi Pakban szeretnénk olyan könnyítést is tenni, hogy akik rászorulnak, gondolok itt nyugdíjasokra, betegekre, azoknak esetleg ingyenesen is kiszállítanánk a könyveket. Úgyhogy én azt hiszem, megint sok-sok tervünk van. Ja, és persze ne felejtkezzünk el Kártonyi halálának századik évfordulójáról,
ahová több programot is tervezünk, még a részleteket most tárgyaljuk, de az biztos, hogy egy az EGRI csillagok szövegkutatásain alapuló kötet meg fog jelenni mindenképpen, de ennek a részleteiről majd később még hírt adunk. Hagyjunk egy kicsit a következő műsorokra is egy témára. Így egy lélegzetre. Beszélgetés előtt belepillanthattunk kicsit a Harry Potter világába, a kvízbe és a workshopba. Hogyan sikerült a program? Hát szerintem elég sikeresnek volt mondható ugye a bejátszás alapján, és elég sokan jöttek el, és nagyon meglepődtem, hogy egy előzetes regisztrációt kértünk, és akkor láttam, hogy napról napra jönnek a jelentkezések, és ami nagyon örvendetes volt számunkra, hogy 10 évestől a 30 évesig bezárólag megmozgatta a közönséget, és nagyon jó volt látni, hogy együtt versenyeznek, együtt vetélkednek ezek a korosztályok, hogy aki ugye 20 éve csöppent bele 10 évesen ebbe a nagy kalandba, és aki pedig most ízlelgeti. És ami meglepő volt, hogy a nyertes egy 10 éves kislány lett a végén, tehát ő legyőzte a 30 éveseket is, úgyhogy ő mindent tudott a Harry Potterről 10 éves létére, úgyhogy ez fantasztikus teljesítmény volt. A program kapcsolódott a nagykönyves beavatáshoz. Maga a sorozat hol tart most? Most a harmadik fordulót kezdtük el, ugye 5 fordulóból áll a játék, ami április közepéig fog tartani, és ugye ennek a fordulónak is a része volt, illetve minden fordulónál van egy ilyen könyvtári programunk is, mert szeretnénk, hogy ugye ez egy online játék, hogy nem csak online találkoznánk a versenyzőkkel, hanem személyesen is itt a könyvtárban, és próbálunk olyan programokat meghirdetni nekik, ami ugye behúzza őket a könyvtárba. És úgy láttuk, hogy ez a Harry Potter ez ilyen volt, és a következő hónapokban is igyekszünk ilyen programokkal kedvezni a fiataloknak. És lehet tudni már valamit előzetesen a következő feladatról? Petra már nagyon szeretett valamit. Hát, hogy a következő feladat, hát ugye most a fordulóban, a nagykönyves beavatásnál most az a feladatuk a versenyzőknek, hogy amit kaptak könyvet, amit kiválasztottak könyvet, annak a borítóját kell újra tervezni. Ezt bármilyen technikával ki lehet vitelezni, úgymond. És ez a játék. Az, hogy februárban, hogy milyen játék lesz a könyvtárban, hát most mi a Valentin nap köré szeretnénk szervezni egy találkozót, Sohonyai Edit ifjúsági írónőt szeretnénk meghívni, és neki a könyvein túl van egy olyan kommunikációs előadása, ami pont a fiataloknak a kommunikációját, a találkozás. Ugye ebben a digitális világban, hogy kicsit el vagyunk idegenedve egymástól, és hogy üljünk le, hogy beszélgessünk, hogy nézzünk egymás szemébe, és ő a fiataloknak szóló előadással fog készülni így Valentin nap környékén, úgyhogy majd lehet. És természetesen lesz egy járulékos ajándékkészítés is a nap alkalmából. Így vagy a kedvesek sem maradjanak ki. Persze, így van. Akkor ez alapján válogattok tematikát is? Tehát, hogy megnézitek a naptárt mondjuk, akkor van egy sikerszíria, mint a Harry Potter, mondjuk akkor az jön a Valentin nap, vagy ez csak úgy jön, hogy szembe jön veletek? Vagy ez így van, hogy vagy egy olyan írónő, vagy egy olyan előadó jön szembe velünk, vagy éppen egy regény, egy olyan könyv, ami nagyon megszólít bennünk, és azt mondjuk, hogy na, ezt nem szabad kihagyni, vagy szembe jön velünk az írónő, aki azt mondja, hogy pont erre jártam én, és hát akkor tartanék egy előadást. Tehát, hogy, és akkor ezt így nagyon összekapcsoljuk, hogy akit most találtunk írónőt, őt felkértük például zsűrizni az egyik kreatív fordulónkból, illetve több kreatív fordulónkat is fiatalabb írók zsűrizi, ami nagyon jó, mert jobban megtalálják a hangot ők is a fiatalokkal, illetve a munkáikkal. Tehát, hogy nem annyira áll távol tőlük, mintha mondjuk a mi korosztályunkból keresnénk zsűrit, és nagyon élvezik ők is a közös munkát. De jó ezt hallani. És ha jól tudom, angol nyelvi klubok is működnek a könyvtárban, ezek is folytatódnak? Igen, természetesen angol, francia és német nyelvi klub is működik, amint említettem, hogy nem csak a felnőtteknek, hanem a legkisebbeknek is. A legkisebbeknek próbálkozunk most a Felsővárosban is, hogy megszólítsuk az ott lévő óvodákat ezzel a programunkkal, de nem csak hogy nyelvi klubok, hanem olvasóklubok is, nyugdíjas pedagógusoknak, hiszen nagyon sok nyugdíjas klub látogatja a könyvtár.
feladat, és hogy ők igénylik is ezeket az olvasóklubokat. Sőt, a tavaly lezárt EFOP pályázatunk, a Tudáskönyvtár Közösség pályázatunk nagyon jó kapcsolati tőkét adott hátrányos helyzetű olvasókból is. Így például szeretnénk újra programokat, vagy online, vagy személyes kapcsolat révén, ahogy majd a helyzet engedi, a Bervavölgyi Idősek otthonával, vagy például az Értelmi Fogyatékosok Napközi otthonával, vagy a Biosziget Alapítvány fiataljaival. Jó, hát azért kapkodom a fejem, hogy mennyi program lesz, de ez azt jelenti, hála Istennek, hogy sűrűn lesznek a vendégeink a jövőben is, vagy az idei évben is reményeink szerint, mert hogy ez mind-mind azt jelenti, hogy továbbra is sikeresek ezek a rendezvények, és hát ahogy kitűnik, kifogyhatatlanok újabb és újabb ötletekből a könyvtárban, hála Istennek, úgyhogy nagy szeretettel várjuk majd mindig, mi is beszámolhassunk ezekről a kezdeményezésekről. Jó munkát kívánunk hozzá. Köszönjük. Köszönjük szépen. És találkozzunk még idén. Hiányzunk, kapja elő a varázspálcát és interjút. És akkor valamit. Már így indítottunk. Jó, köszönjük szépen, köszönjük hogy itt voltatok velük.